300 középiskolai tanár érkezett a Rákóczi Szövetség összmagyar tanártáborába július 14-e és 18-a között. A résztvevők közel fele Magyarországról, míg a többiek a Kárpát-medence országaiból és a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből érkeztek. Brazíliából jövők, Kisvárdáról, Montreából, Innsbruckból, Angliából, Nürnbergből, Buenos Airesból, Budapestről, Ausztráliából. A nagy hagyományú nyári tanártábort 1998 óta rendezik meg azzal a céllal, hogy a Kárpát-medencében és a diaszpórában oktató nevelő munkát végző tanárok irodalmi, történelmi, természettudományi és közéleti témákban színvonalas szakmai továbbképzésben részesüljenek. A Rákóczi tábornak ez egy kifejezett célja, hogy a világ magyarságát és különösen az új és új generációkat összetartsa, kialakuljon újra egy közös kulturális kód. Kiváló lehetőség, hogy együtt beszélgessünk, hogy megvitassuk mindazokat a lehetőségeket vagy tapasztalásokat, amik ezen a területen mindenkiben ott vannak. Olyan előadók jönnek el ide, olyan témák kerülnek terítékre, amiről azt gondoljuk, hogy töltekezni tudnak. Az esemény kiváló alkalmat teremt arra is, hogy a Rákóczi Szövetség kifejezze köszönetét és megbecsülését tanárközösségének, akik elkötelezett, önzetlen munkájukkal működtetik és szervezik a szövetség középiskolai hálózatát ifjúsági programjaival együtt. Szeretném bemutatni, hogy hogyan születik a mérnök, hogyan kell a mérnököt nevelni, általában az oktatási intézményekben milyen kihívások és problémák vannak. Nekünk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy tovább képezzük és fejlődjünk, mert nincs utánpótlás Argentínában. Támogatni is tudjuk egymást abban, hogy igazából a cél az közös, de hogy ezt ki milyen eszközzel és milyen módszerrel tudja megvalósítani. Legyen egy olyan pont, egy olyan hely a Kárpát-medencében, ahol ezeket az ügyeket, és nem csak a személyes emberi ügyeiket, hanem a szakmabeli ügyeiket is meg tudják beszélni. Szuper, hogy sok más országból lévő emberrel tudunk itt találkozni. Új szemléletmódot láthatunk, és tudunk jobban tájékozódni. Nagyon-nagyon jó barátságok születnek, tartalmas beszélgetése. Találkoztunk több olyan pedagógussal, akivel már újra folytattuk a beszélgetést, és már konkrét terveket, ötleteket tudunk megvalósítani. Szakmailag egy töltődést ad, egy hovatartozást, hogy az egészhez hozzátartozott mi is. Nagyon örülök, hogy itt vagyok.